Ebben a videóban egy plakátot fogunk elkészíteni az eddig már többnyire ismertetésre került módszerekkel a GIMP képszerkesztő programban. Láthatjuk, hogy itt egy kék háttérre illesztettünk képeket, ezeket különböző rétegtranszformációkkal elforgattuk, illetve perspektívikusan torzítottuk, a hátteret különböző szűrők segítségével tovább variáltuk, valamint különböző effekteket, mint a tűz effekte és a jég effekt, illetve a térhatás kialakítása vittük végbe. E feladaton belül tehát szó lesz egyrészt a színátmenetes kitöltésről, a szűrők használatáról, a különböző rétegtranszformációkat ismételjük, valamint a színjavítás és egyéb fotóretusálási színkiemelési technikák is szóba kerülnek. A feladat ismertetése után most hozzunk létre egy új lapot, File menü, Új, és sablonból fogunk dolgozni. Tudjuk azt, hogy most mi a plakátunkat A3-as méretbe szeretnénk elkészíteni. Állítsuk be a fekvőtájolást, itt ekkor A3-as méret esetén a szabvány méretek szélesség-magasság milliméterben jelennek meg. Speciális lehetőségeknél ellenőrizzük le, hogy a kitöltés háttérszínnel van-e, és a színséma a red, green, blue, azaz a színes színsémát követi-e. Okézzuk le. Ezt követően a színátmenetes kitöltés következik, méghozzá ezzel az eszközzel. Állítsuk be, hogy egy világos kék felől tartson a hátterünk sötétkékbe, míg a színátmenet különböző kitöltésénél mi most ezt a bilineáris típust alkalmazzuk. Az előzőekben ismertetett módszer szerint, hogyha az egeret hosszan kihúzzuk, akkor ez a színátmenet hosszú úton megy végbe, hogyha pedig rövid utat adunk, akkor rövid úton jelenik meg. Ezt követően próbáljuk ki a szűrők alkalmazását. Először is a szűrők menüre kattintva hullámokat hozunk létre, torzítás, hullámok, és egy olyan hatást szeretnénk kelteni, minthogyha a vízcsepp belecseppenne a tóba. Lehet ennek is többféle módja, az amplitúdónál állítsunk be mondjuk 35-öt, a fázisnál 240-et, és a hullámhossznál 30-at. Természetesen ez mindenkinek az egyéni ízlésére van bízva, illetve arra, hogy milyen jó az aktuális hatás. Ez most nem éri el a kívánt vizuális hatást, ezért újra visszavonhatjuk, vagy pedig megismételhetjük. Itt a szűrők hullámok ismétlése ikonra rákattintva a szűrőt egymás után többször végigfuttathatjuk. Hogyha ez nem jár a megfelelő hatással, akkor ismét állítsunk be valami más értékeket próbálgatás szerűen. A szűrőkről érdemes azt tudni, hogy vannak, amelyek a teljes tartományon belül fejtik ki a hatásukat, vannak mármint a teljes rajzlapon, ám vannak olyanok, amelyeket mondjuk ellipszis
kijelölés mellett is érdemes alkalmazni, hiszen csak ott fogják kifejteni a hatásukat. Azok a szűrők, amelyek mondjuk az egész rétegre hatnak, hiába jelölünk ki hozzájuk például egy ellipszis kijelölést, nem fog érvényesülni megfelelően benne a szűrő hatás, hiszen itt kezdődik, és a hatás igazából itt fejtené ki a lényegét. Nézzük meg most a csavarás effektet ezen az ellipszis kijelölésen belül. Szűrők, torzítás, csavarás és összehúzás. Itt szeretnénk elérni, hogy olyan hatás legyen, minthogyha a víz lefolyna egy lefolyón keresztül. Beállítjuk a csavarási szöget, az összehúzás mértékét és a sugarat. Ezek a szűrők rendkívül processzorigényes műveletek, és kisebb teljesítményű gépeknél hosszú időt vehet igénybe a lefuttatásuk. Látható, hogy habár ez annyira nem is látványos, de megtörtént a csavarás effekt. Alkalmazzuk még próbaszerűen a szűrők elmosás és Gauss elmosást, ez homályosítással jár együtt. Itt mondjuk állítsuk be a 10 pixel vízszintesen és függőlegesen is. Ezt követően állítsunk be egy lencsecsillogást a bal felső sarokba. Először is szüntessük meg a kijelölést, hiszen ez akkor csak a kijelölésen belül fog hatni. Kijelölés semmit, szűrők, fény és árnyék, lencsecsillogás, és az egér húzásával és a bal gomb lekattintásával beállíthatjuk, hogy hol csillanjon be a fény. Ezt követően behozhatjuk a különböző képeket, készen van ugyanis a hátterünk. Különböző képek különböző rétegekként történő megnyitásához, egyrészt a fogd és vidd módszerrel dolgozhatunk, vagy pedig a már ismertetett file menü megnyitás rétegekként parancsal. És ismét érvényes az a technika, hogy amelyik réteg aktív, azt tudjuk elmozdítani. Növeljük meg az egyes képeknek a méretét, tehát amelyik réteg aktív éppen arra érvényes. Erre egy jó módszer a rétegtranszformációk közül az átméretezési eszköz. Ugyanakkor, hogyha esetleg mi úgy próbálkoznánk, hogy kép átméretezése, akkor láthatjuk, hogy sajnos ez nem az adott rétegre hat, hanem az egész rajzlapunkra. Alkalmazzuk tehát az előbb említett átméretezési eszközt, belekattintunk az adott rétegbe, megjelenik a párbeszéd panel. Hogyha azt szeretnénk, hogy a szélesség és magasság egymással az eredeti arányban változon, akkor ezt a lánc ikont bekapcsoljuk,
majd elkezdünk léptetni, állítsunk be egy 140-szeres, mondjuk egy 120-as szélességet, átméretezés, átmozgatási eszköz, talán ekkora elég lesz. Hajtsuk végre az átméretezést ezzel az átméretezési eszközzel a többi képünkön is. Ilyenkor ezt nem tudjuk beírva változtatni, hanem csak a nyilaknak a nyomkodásával. Kimaradt még ez a vízcsap, amit nem méreteztünk át. A réteget aktívvá tesszük, belekattintunk, és ennek a méreteit is megnöveljük. Legyen ez egy körülbelül 90-szeres. Ezt követően a már korábban megismert módszer szerint lekattintunk a koordinátatengelyeken, bal egérgombbal nyomva tartásával behúzzuk a segédvonalakat, húzzuk be úgy, hogy a szélétől 30 egységet elhagyunk. És igazítsuk a képeinket ehhez a tengelyhez. Ehhez ugye a nézet illesztés a segédvonalakhoz be kell kapcsolva lennie. Föntről is lehúzzuk a segédvonalat. Hozzáigazítjuk a tűzvészképet. Árvízkép igazítása. Természetesen itt az elhelyezéssel még lehet varjálgatni. Ezt követően szeretnénk az egyes képeken bizonyos javításokat elvégezni. Például nézzük meg az asszályképnek a kontrasztosítását, színek, fényerő kontraszt, miközben az asszálykép rétege aktív. A fényerőt csökkentjük, a kontrasztot pedig növeljük. Nézzük meg a tűzvészképet. Itt a színegyensúlyt toljuk el, méghozzá a fényes színeket, mozgassuk el a vörös irányába, és a zöld irányába mozgassuk el bíborvörös-zöld skálát. Középszínekre is végezzük el ezeket a korrekciókat, és látjuk, hogy egészen drasztikus változások mennek végbe, már ilyen kis állítással is. Az árvízképünkre szeretnénk egy naplemente hatást, színek, színegyensúly, szintén a fényes színeket toljuk el a vörös irányába, látjuk, hogy egészen extrém változtatások kivitelezhetők. Ezt követően mindegyik rétegünkre állítsuk be a perspektíva eszközzel
perspektivikus torzulást térhatás elérése érdekében. Példaként nézzük meg a vízszennyezés képünkön, hogy hogyan is tudunk egy képen színt kiemelni. Hozzunk létre most ebből a képből egy másolatot, másolat készítése a rétegről. Kapcsoljunk ki minden mást, hogy ne akadályozzon minket, ne zavarjon minket. Az eredeti réteget tegyük szürkárnyalatossá, tehát az eredeti réteg aktív, színek telítetlenné tevése, legyen ez most fényesség szerint, és látjuk, hogy végbe ment ez az átalakítás. Az alsó rétegen tehát, de lényegében mindegy, hogy melyiken, dolgozhatunk a felső rétegen, az alsó akkor ne legyen látható. Az alsó rétegen kijelöljük azt a részt, amit mi szeretnénk átszínezni, vagy esetleg az eredeti színeket meghagyni. Ehhez az útvonal eszközt javaslom. Az útvonal eszközzel végigmegyünk azon a részen, amit értelemszerűen szeretnénk átszínezni. Ez a kijelölésnek egy olyan módja, hogy a kiinduló pontból el kell jutni egészen a végpontig, vissza kell kattintani a végpontba. Tehát a végpontot visszakattintjuk a kiinduló pontba, ezt követően megnyomjuk az Entert, és így aktívvá válik a kijelölés. Ezek a pontok, de a vonalak is módosíthatók. A módosítás után újra megnyomjuk az Entert, és akkor már a módosított kijelölés veszi érvényeit. Ezt követően a kijelölt területet Ctrl-C, Ctrl-V-vel lemásoljuk, ekkor megjelenik ismét egy lebegő réteg, lebegő kijelölést új réteggé alakítjuk. Közbenső réteget kikapcsoljuk, de az alatta levőt is kikapcsolhatjuk, és erre a színek menüből a színcserét alkalmazzuk, és legyen egy
sárga átmenet, visszakapcsolva a szint, a szürkárnyalatos réteget látjuk, hogy ez a sárga festékes szennyezést szimbolizáló színkiemelés el is készült. Szeretnénk még ezen a képen azt elérni, hogy itt ezen a részen, mintha a festék összekeveredne a folyóvízzel, egyfajta elmosódás hozunk létre, ezt a lasszó kijelöléssel vigyük végbe, szabadkézi kijelölés, kezdőpontba visszaérünk, és a szűrők elmosás, Gauss elmosást alkalmazzuk, 10x10 pixellel, oké, alkalmazhatunk erősebbet is, legyen 30-as, nagyjából szemléltettük ezt az elmosó hatást, kijelölés semmit, ezt követően a felesleges rétegünket kitöröljük, és a két réteget összeolvasztjuk. A fönti rétegen jobb egérgombbal kattintunk, és összefésülés lefelé. Kapcsoljuk be újra a képeket. Még hátra van a karikatúra effekt a csap képből. Szűrők, művészi, karikatúra. És itt állítsunk be egy tetszőleges értéket, hogy a rajzhatást fokozzuk. Próbáljuk ki ugyanezen a rétegen még a forgatási eszközt, egyszerűen csak rákattintunk. És forgassuk el mondjuk 180 fokkal. Ezt követően bemutatásképpen tükrözhetjük is, és a következőkben jönnek a feliratok.